Üdvözlök mindenkit, Szolyóék, azt mi láthatjátok a Dark Souls 2-nek a végjátszása, folytatjuk akkor szépen tovább a kalandjainkat. Nem is húzzuk az időt, megyünk vissza az általam utálatos helyre, ami nem más, mint a vaserődítmény. Mondjuk most, hogy már túl vagyunk a kódémonon, egy picit, de csak egy picit, nyugtunk lehet. No de, még mielőtt tovább mennénk bárhova is. Hát, találkozzunk egy régi ismerőssel. Burszu bácsi! Na most erről a Burszáról azt kell tudni, hogy ez már egy kicsit keményebb, mint a többi haverja. Abból a szempontból, hogy több a HP-ja. Nem sokkal, csak egy picivel. De látjátok, nem igazán tudunk tőle mindig megszabadulni. Mindig találkozunk vele. Áj, túl mohó voltam. Nem jött ki jól a lépés. De azért már örülök neki, hogy a mozgékonyságunk eléggé magas, úgyhogy sok az iframe-ünk. Sértetetlenségi gurulásunk. Az anyád. Jaj, nem, gyógyítani kellett volna. Na most akkor. Nem jó. De mégiscsak jó volt, mert ezt a támadását nyomatta. Ha másik támadását nyomatta volna, akkor simán kicsinál. Vagyis hát belém csap. És túl vagyunk az 50%-án. Jaj, majdnem. Volt még egy pánikugrásom pluszba. Na gyere! Lassan elfogynak ám a varázslataim. Úgyhogy nem igazán tudom, hogy mit fogunk utána csinálni. Na jó, nem, azért tudom, hogy utána mit fogunk csinálni. Hát váltunk másik varázslatra. Nem? Ha nem szúrom most el, akkor simán megvan. Na, már csak egyet kell beleütni. Az anyád. Azt hittem távolabb vagyok. Ennyi. És hát érdekesség, hogy őtőle meg lehet kapni a pengék gyűrűje plusz egyest. Illetve 7200 lélek helyett 7700-at dob, tehát 500 lélekkel többet. Úgyhogy azért mondom, hogy egy picivel keményebb, mint a többi. Burszu bácsi. De hát ő ilyen. Ő már csak ilyen. Na akkor, haladjunk akkor szépen tovább a történetünkben, srácok, lányok. A mondó vagyok. És ezeket az alonlovagokat akkor továbbra is öldököljük. Na azt a havert, azt meg ne várjuk meg, hogy itt szétüsse a helyet. Mert akkor megint ugranom kell. És ismertek, nem tudok ugrani a Dark Souls 2-ben. Páncélzott kesztyű. Szóval igen, itt ezt szét tudja ütni, és akkor itt lesz egy jó nagy luk, amit át kell ugrani. Már aki meg tudja csinálni. Takarodj. Téged nem akartalak bántani, de hát hogyha így alakult, akkor így alakult, veled ki lehet cseszni, ilyen módon. Szépen a haveroddal együtt leengedlek titeket a lávába. Nagyon jó. Na, erre majd akkor később megyünk.
Most akkor egy olyat csinálunk, hogy kezdjünk el akkor szépen kitakarítani. Hívjuk ide azt a kollégát, elvileg a tűz az fájdalmas nekik. Úgyhogy ha jól időzítettem, hát pont rosszul időzítettem. Au. Beszéljük meg, haver. Igen, hogyha jól időzítek, akkor igazából ezeket bele lehet szépen sétáltatni a tűzbe, és akkor kicsinálják önmagukat. Na, várjatok. Jaj, elfutott a gyík. Ami nem jó. Jó, ezt megdöglöztöttük. Hát itt igazából hatalmas nagy tűzellenállás kéne, kellene a piromanta kesztyű, meg kellene az a piromancia, amit úgy hívnak, hogy veríték, vagy valami hasonló, ami azt csinálja, hogy megdobja a tűzellenállást brutálisan, és akkor végig lehet futni. Kinyitni a ládát, megnézni, mi van benne, visszafelé meg már igazából megdög lesz. Tudtommal. Úgyhogy igazából, hát egy alva páncélszet kéne, full, meg olyan tűzreziszt, hogy mint az állat. És jelenleg ezt én nem tudom megcsinálni. Na nézzük csak, ugye itt vannak ilyen nyomógombok, nem érdemes őket benyomni. Mert akkor innen láva fog kifolyni, és akkor azokat mindig át kell majd ugrabugrálni. Na tessék, pont ráléptem. Igen, erről beszéltem. És az a gond, hogy leülsz a bonfire-höz, ezek nem termelődnek újra. Tehát ezeket a gombokat, hogyha egyszer benyomtad, akkor az úgy marad. Na nézzük csak, hogyan kellene akkor ezt csinálni. Hát ott is van amúgy egy kollega. Na, menjünk így. Próbáljuk meg őt is belevezetni abba a tűzbe ott. Nézzük, hogy sikerül-e. Nagyon jó, megölte önmagát, király. Itt is vannak amúgy ilyen nyomógombok, mindjárt mutatom majd, hogy mire jó, mire hivatottak. Arra, hogy megszivassuk az ellenfelet. Ez így nem lesz jó. Maradj ott. No, ja igen, ott egy tárgy. Azért elmegyünk. Így né, ez a tárgy, ez egy zseblélek. Szükségünk is van erre A. Illetve, hogyha már így alakultak a dolgok, akkor nézzünk el erre. Szerintetek fel tudom én ezt a tárgyat szedni? Ugye kiderül. Ja, fel tudom páncézott lábvért. Itt még nincsen boss, ez csak egy térelválasztó. És nem erre fogunk menni, hanem körbe megyünk. Hát jó van, ha tesztusz vaskám, úgyhogy meg tudjuk csinálni én szerintem, hogyha nem bénázom el. És nem bűlöm el a dolgot. Jó, elvileg itt mindent összeszedtünk. Jó, tudom a ládát nem, de nincs akkor a rezisztem, hogy ezt meg tudjam csinálni, sajnálom. Lebegés varázslatot meg nem tudok. Jó, jönnek már. Egy mínusz. Miért osztatnál meghalni? Köszönöm. És mindjárt kapunk egy invadert. Változatosság kedvéért. Elvileg, hogyha elfutok odáig a ládáig. És ki is nyitom. Jön már. Pusztító nagy nyilvesztőt találtunk közbe.
Na, Olivér a gyűjtő. Minden Olivértől elnézést kérek. De Olivér, csázd meg magadat, jó? Nehogy ide merjél jönni. Kajtoljuk ki a francba. Mondjuk szépeket sebzek rá, ennek az örülök. Hát, hogyha eléggé jól jön ki a lépés, akkor hozzánk se tud érni. És jól jött ki a lépés, na nézzük, mit dobott. Minotaurus sisak. Na, ezt nem mindig dobja. De most rendes volt és dobta. Egy díszes sisak, amit az öreg vas király készítetett. Egy furcsa módon újrahasznosítható vasdísz, és mint olyan, nagyon füllett és nehéz. Aki ezt viseli, úgy érezheti magát, mint akit épp vasba készülnek önteni. Amúgy szerintem hülyén néz ki, úgyhogy... úgyhogy felejtős a dolog. Na, akkor másszunk szépen fölfele. És amúgy itt található egy harang. Konkrétan ott fönt. Na most oda igazából egy kicsit másik fogunk eljutni. Ez meg, jól emlékszem, akkor megint ilyen gyógyító víz, hogyha bekapcsolnám. De nem akarom bekapcsolni, mert fáros záróköveket nem akarok elpocsékolni. Na nézzük csak, hogy miből élünk. Hát ezek szerint akkor a kicsi nyilvesszőkből fogunk támadni. Egy mínusz. Maradt három. Hát az túl messze van, hogy belokkoljam, úgyhogy csak így fogom tudni támadni. Mond fölé. Jó. Kettő mínusz. Hát meg a falat lövöm. Na jó. Lőj egyet, azt utána jövünk ki. Köszönöm. Na, azért örülök neki, hogy 251 sebez már az alapvető varázslatom ezekre a köcsökre. Egy ügyi fűszere. Nézzük, Emeláda mit takar. Meg mindjárt megnézzük a kilátást is. Fekete lovagnak a nagy boltája. Titani töredék, illetve nyilvessző. Mindjárt megnézzük ezt a fegyvert. Igen. Dark Souls egy utalás. Fekete lovag nagy bolta. Nagy bolta, ami olyan lovokhoz tartozott, akik egy rég elfeledett kor fénylordját szolgálták. Fénylord, ismételten Dark Souls 1-es utalás. Még azok után is, hogy húsukat megperzselték a lángok, továbbra is erősek maradtak és őrt álltak, kihívva azon látogatókat, akik bejöttek földjeikre. Hát lehet látni, hogy brutálisan erős fegyver, van egy pici kis tűzsebzése, 40-es erő kell hozzá, ami C-vel skálázódik, meg 8-as intelligencia. Meg 10-es fate, tehát gyakorlatilag minden. De hogyha kiúszt, de hogyha megszerzitek, megerősödtök hozzá, és kimaxoljátok, azt hiszem csillogó titanit kell ehhez, vagy itt démoni titanit nincsen, itt csillogó titanit van, csillogó titanittal kihúzzátok a fegyvert, akkor akkorát üt, mint egy ház. Na, pedig szépen itt lepottyanunk, szépen lassan, nem sietünk sehova, ügyesen megfontoltan. És ezt mind azért, nem ezért a tárgyért, hanem egy kicsit más tárgyért. Megrepett vörös szemgömb, meg fákja. Fákját azt ugye tudjuk, hogy mire jó, megrepett vörös szemgömbbe pedig ugye be lehet invédelni más játékosokat, hogyha online játszik az ember, és akkor lehet őket csesztetni. Szivatni. No.
Hát ezért a tárgyért megyünk le, nem tudom mennyire látszik. Ott van egy csontváz, aki éppen jacuzzizik a lávában. Na azért a tárgyért megyünk le, nem sokára. De előtte. Nem tudom, mit érez magadat megtisztelve. Egyszer. Nézzük, így nem be tudlak lokkolni? Ó, be tudlak lokkolni, nagyon jó. Te is érez magadat megtisztelve. Na. Mindig elfelejtem, hogy itt hogyan kell ugrani. De jól emlékszem, akkor elvileg valahogy ide kéne lepottyanni. Hát... Na, várjátok. Hát ez lelkileg is fel kell készülni. Illetve... nem még mielőtt bármi hülyeséget csinálok. Egy pillanat. Igen, az alt lenyomásával tudok sétálni. Nagyon jó. Ezt érdemes észbe tartanom. Remélem nem ugrok mellé. Nagyon jó. És akkor alt. És körbe sétálunk szépen, lassan, óvatosan. És bízok benne, hogy a Windows nem fog beüvölteni, hogy beragadó billentyű. Nagyon jó. Mohó aranykígyó gyűrűért jöttünk. Na, most akkor próbáljunk meg itt. Ó, de jó. És akkor... arra megyünk. Na. És itt van ez a kötfal. Jaj, de ismerős terület mi, ugye? Na, itt volt az a kötfal gyakorlatilag. Most körbe mentünk egy hosszabbik úton, de legalább megvannak a cuccok, amiket... hát amiket néha napján érdemes összeszedni. Tehát megvan a mohó aranykígyó gyűrű, hát igazából a sima, de nekünk már úgy régóta megvan a plusz egyes. Ugye, hogyha ezt hordjuk, akkor az ellenfeleknek a tárgydobási esélye az megnövekszik. Tehát a tárgy felfedezésünk az megnövekszik, és ezáltal, hogyha hordjuk őket, vagy ugye ezt a pajzsot, ami itt van nálam, az ugyanazt adja. És nem tudom, hogy említettem-e már, de akkor elmondom még egyszer, hogy ezeknek a gyűrűknek a... tehát, hogyha rajtad van ez a pajzs, meg fönn van az a másik kettő gyűrű, nem szorzódik össze. Nem szorzódik össze a tájfelfedezés. Mindig a legmagasabbnak az értékét veszi figyelembe. Legalábbis én azt vettem észre. Te ide figyelj, haver. Beszéljük meg ezt, jó? Nem fogok neked ilyen... nem akarok nagy... nagyot elhasználni. Akkor így is meg lehet ölni. No. Lesz még egy. Itt elvileg meg lehet ölni kicsit ennek a csapdának a segítségével, már amúgy ez egy csapda. Jó, jövünk vissza. Hát csak a csapda nem aktiválódik. Most aktiválódott. Figyelj, haver, én nem akarok neked rosszat, jó? Tehát... én szerettem volna ezt megbeszélni, de hát... van. Mert elvileg, hogyha pont úgy áll ez a karakter, hogy itt áll a csapda alatt, akkor szépen nagyon nyomja, és akkor... one shot. Jaj! Majdnem. Értelemszerűen ezek fájnak. Az meg nem tudom, mi volt ez a hang. És nem is vagyok rá kíváncsi. És itt van egy létra. Ezt azért... ezt... na. Tehát lényeg a lényeg, hogy ezt a létrát... nem éppen könnyű felfedezni, főleg, hogyha az ember azt figyeli, hogy itt több millió tűz, meg így úgy amúgy, de... nekem is amúgy... nehéz volt észrevenni. Hallgattam egy podcastet, név szerint a Konnektoréknak a podcastjét a Dark Souls 2-ről, még évekkel ezelőtt. Még úgy hallgattam azt a podcastet, hogy nem is játszottam a Dark Souls-szal, mert úgy voltam vele, hogy a Dark Souls az egy olyan fajta játék, hogy azt büdös évben nem fogom még végigjátszani. És igazából meghallgattam a podcastet, ami ugye spoileres volt. És ott beszéltek erről a létráról, erről a területről. És igazából én el is felejtettem úgy, ahogy van, és amikor jöttem a Dark Souls-szalhoz,
akkor jutott eszembe, hogy baszki, volt egy ilyen utalás arra, hogy valahol van egy létra, ahol föl lehet jönni egy bikának a fejébe, amúgy most egy bikának a fejébe vagyunk, és itt van egy kar, amit hogyha meghúzunk, tudjátok, hogy mi történik? Lekapcsolja a tüzet az összes ilyen mocskos bikafejű szoborról lekapcsolja a tüzet. És amúgy itt van egy bónusz bonfire. No de... Egyelőre még nem végeztünk, mert akkor most megyünk és összeszedjük a tárgyakat. Amiket eddig azért nem tudtunk felszedni, mert ugye ilyen bikafejeknél voltak. Mégis össze lehet őket szedni, hogy az ember nagyon-nagyon gyors, csak akkor hozzá kell tenni azt, hogy meg fogsz halni. Villámló rövidi, plusz egyes, olyan, aminek a következtében villámsebzést is szór, nem csak fizikálisan sebez. Ó, hogy veszélyben van a botom! Az nem jó. Ja, ezek a tüskék is amúgy nagyon fájnak, úgyhogy ne nagyon menjetek nekik. Kit lehet itt beinvédelni, behívni? Ó, egy íjász csajt! Akinek nincsen gatyája. Ó, ez a Dark Souls 1-ből a festményőrzőknek a szettjéből való ez a felső, én szerintem. Szerintem az onnan van, ja. Várjatok, hol voltak ilyen cuccok, amiket össze kell szedni? Ja, nem itt, nem mindegy. A lényeg, hogy van még egy terület, amit ki kéne takarítanunk. És inkább akkor most vegyek vissza. Mert amúgy sincsen ellenség közelben. Jól, ugye itt kitakarítottunk mindent, meg elvileg itt kikapcsoltuk az összes tüzet. Ugye láthatjátok, az összes tűz ki van kapcsolva, hála az égnek. Itt ha jól tudom, akkor nincs is semmi. Tehát igazából ez a három, ez mit célt szolgál, fogalmam sincs. Szerintem tipikusan az, hogy kikapcsolod és akkor megnézed, hogy vannak-e itt rejtett falak, de nincs amúgy semmi. Na, hát próbáljunk meg úgy visszamenni, hogy nem töröm ki a nyakamat. És akkor menjünk fel a haranghoz. Amit elvileg a hercegnek készítettek, bár nem tudom melyik hercegnek. Mert ugye itt a vas király, aki nem herceg. Itt van egy faros záróköve, ezt szépen beaktiváljuk. Nagyon jó. És akkor másszunk szépen föl. És hát akkor menjünk a másik haranghoz. Mert ugye elvileg úgy van a sztori itt a Dark Souls 2-ben, hogy kettő darab harang van, ami ugye azt jelképezi, hogy a herceg és a hercegné azok összeházasodtak. Legalábbis a szerelmüket szimbolizálja valamilyen szinten. Ugye a király hercegnőnek a villám kvarc gyűrű, a villám ellenállás növeli erőteljesen. Tehát elvileg a hercegnőnek ugye már láttuk a harangját Lost Bastille-ban. Na, mindegy. Lényegtelen. Nem kellett volna leülnöm. Bár mondjuk de, mert a varázslatokat újra kellett hangolni. Tehát Lost Bastille-ban már találkoztunk ugye a haranggörzőkkel. Most visszacsatlakozzak. Igen, itt is elmondja szerintem. Nem csatlakozok vissza. Jaj, ilyenkor megálmod minden szarnak. Na. Tehát igazából a hercegnőnek ugye már láttuk a harangját, ez meg elvileg ugye a hercegnek a harangja. Tehát Soul harangláb. Jaj! Jó a botod. Nem tudtam, hogy ilyet is tudsz. Na, kit lehetné ide behívni segítségképpen? Hát, valami harcost.
Ez a Twin Blade, az ikerpenge van a kezében. Ami nekünk is megvan amúgy elvileg, mert ahogy a Lost Bastille-ban elvileg felszedtem. Ugye? Ja, itt van amúgy a fekete acél katana, ezt a, az alonlovagoktól lehet összeszedni. Ha megformoljátok őket, ugye előző részben egy jó megformoltam őket. Hol van a Twin Blade? Pedig én összeszedtem. Na várjatok, milyen... Bard esetleg? Ikerpenge itt van amúgy, ja. Össze van szedve, ja. Ez az ikerpenge volt a kezébe. Ennek az úriembernek. Ugye? Ugye megnézzük. Ez az ikerpenge. Jó fegyver amúgy, tehát érdemes amúgy szerintem használni, bár nekem egyetlen egy probléma van vele, hogy baromi lassú szerintem. Na, ó, szevasz! Ugye a Lost Bastille-ba ott megkongattuk a harangot, és igazából csak azért kongattuk meg, hogy el tudjunk menni egy opcionális bosshoz, és azt ki tudjuk csinálni, hát... Itt most nem lesz opcionális boss. Hercegnek nem csináltak opcionális boss, de hercegnőnek természetesen volt. Már nem tudok rájönni, hogy ez... ki, melyik herceg, tehát... Na ez a fegyver, ami meg a kezébe van. Ennek nem tudom mi a neve. Van egy YouTube videós, név szerint András Baka. Neki is van Dark Souls 2-es végjátszása. Ő, az ő szemszögéből igazából azért érdemes azt a végjátszást csinálni, mert ő közelharci karakterrel játszik. Pajzsal, meg egy baromi hatalmas nagy karddal általában. Igen, harangőrző meg is jött. Rád vártam. Szóval az ő végjátszását azért érdemes megnézni. Meg ő sokkal jobban el tudja magyarázni a dolgokat, meg ő sokkal több mindent tud a Dark Souls 2-ről. Nem is tudom már hányszor játszotta végig. De szerintem sokszor. El is van intézve. Tehát igazából az ő végjátszását azért ajánlom végignézésre. Mert sokkal több mindent elmesél a Dark Souls 2 világáról, mint én. Mert hát sokkal többet tud róla. A másik, hogy azért, mert ugye ő közelharci karakterrel játsza végig a játékot, és nagyon profi módon. Úgyhogy őt tudom én javasolni magyarok közül is. És természetesen, tehát ugye természetesen ugye magyar kommentát is csinál hozzá. Jó, megpusztuk a harangot. Aminek következtében ott kinyílt a kapu. Jaj! Téged el is felejtettelek. Ennek a szarházinak mindkét kezében ilyen sorozatlövő nyílpuska volt. Nagyon brutális az a fegyver amúgy. Lehet, hogy majd mi is meg fogjuk találni. Sőt, szerintem majd valamikor biztosan, bár a pontos helyét azt nem tudom, hogy hol találjuk meg, de meg fogjuk találni. Na de tehát azt akartam még ebből kihozni, hogy is jutott most eszembe ez a videós. Ez a kard, ami annál a mukinál van, meg az a pajzs, arról azt kell tudni, hogy az említett videós, András, a végén ezt a kardot használta. Egész egyszerűen azért, mert akkor átüt az a kard, mint egy ház. És nagyon-nagyon messzire elér. És nagyon-nagyon erős letaglózó. De... Mi a?
Szóval nagy letaglózó ereje van annak a kardnak. Na, engedd már azt a bonfire-t, nem oda megyünk. Na jó. Akkor megyünk szépen körbe ismét. Nem értem, miért ezekkel a léleknyilakkal lövöldözök. És azon gondolkodom, hogy ezek a magasabb, ezek nem térnek vissza. Remélem, hogy csak ezek a pici haranglábőrzők maradtak, vagy maradnak. Mert azt tudnám értékelni. Ezek az emberi kinézőtök remélem, hogy nem jönnek vissza, nem térnek vissza. És akkor kicsit könnyebb lesz a dolgunk a lelkeink visszaszerzésével kapcsolatban. De ahogy látom, igen, akkor azok nem térnek vissza. Addig jó. Hogy dobálják a cuccaikat hirtelen, pedig nincs is semmi mohó aranykígyú berakva, meg a pajzs sincs a kezembe. Úgyhogy nem igazán érvényesül a hatásuk. Na mindegy. Szóval a lényeg, hogy azzal a baromi hatalmas nagy karddal kardot megszerezte valamikor a játéknak a 3/4 környékén, és akkor azzal tolta a végén már a dolgokat. Ilyen sorozatlövő. Ijatok van, vagy mi? Ez a nyelvet. Na, hol ez a másik? Meg ne fordulj! Na most már mindegy. Ja. Jó, gyorsan lövöldöznek. Na, együgyi fűszere, meg mi volt itt? Ja, fel lehet mászni. Ja, itt van a létre, igen. Még az a szerencsé, hogy ezek a picik nem tudnak mászni létrát. Na és akkor... Öngyulladás, ez piromancia, tehát igazából piromantáknak javaslott. Ide eljönni érte. Triklops kígyó pasztilla, illetve emberi kép más. Ja, human effigy. Ez kérlek szépen benneteket a kővé válás ellenállás növeli, igen. Tudtam, hogy valami ellenállás növel, de most hogy konkrétan melyiket növelte, az ugye nem jutott eszembe. Ó, itt meg visszajöttetek, ja, mert tényleg meghaltam egyszer. Jó. Semmi gond. Még szerencsé, hogy itt a Dark Souls 2-vel lehet gyorsutazni az összes, majdnem összes bonfire között. Kivéve ugye az ősi bonfire-ök között, ugye ott oda nem lehet utazni, és onnan pedig csak a magyarokhoz lehet jönni. Na, 42.500 lélekkel nem fogunk akkor itt futkorászni. Úgyhogy szintet lépünk. No. Hát az alkalmazkodó képességet olyan 30 valameddig föl kéne húzni. Mindenképpen. Amúgy az alkalmazkodó képességnek van még egy olyan bónusz képessége, hogy a méreg sebzést is növeli. Tehát hogyha lenne olyan fegyverem, ami mérgező, akkor... Jé... Jó, hogy nem vagyok emberi formában. Azért mondom, hogy jé, hogy nézek ki? Igen, megint én.
jöttem ezt venni. Hát meg hogyha már így alakult, akkor veszünk még egy ilyet. Mit kezdtem el mondani? Most elveszítettem a saját fonalamat. Ide megyünk a bika fejbe. Ja, az alkalmazkodó képesség, igen. Tehát, hogyha lenne olyan fegyverem, aminek van méregsebzése, akkor az alkalmazkodó képességnek a növelésével azt a méregsebzést is növeli. Úgyhogy olyan karaktereket, hogyha szeretnétek olyan karaktert csinálni, ami a mérgezésre épít, akkor alkalmazkodó képesség továbbra is javaslott. Áj, barátom. Útban vagy, ugye tudsz róla. Na, hát akkor menjünk a főbosshoz. Másodszor az egyik főbosshoz a négy közül. Mindjárt mutatom nektek, hogy hol voltunk. A bika fej. Ben. Ott fönt voltunk, igen. A bikucinál. És a lényeg, hogy... Elvileg... Be van rakva? Nincs berakva. Miért nincs berakva? Elvileg... Hát innen pont nem tudom nektek megmutatni, de ott a hármas ablaknál van az a kereskedő. És ugye onnan is ide lehet látni. Na, hát akkor srácok, lányok, nincs más hátra, mint... Majdnem. Megtiszteljük a boszt. Megtiszteljük a boszt azzal, hogy emberi alakban köszöntjük legelőször. Na hajrá! Na, most még itt a legelején lehet lövöldözni. Kis előnyre téve szert. Jó. Értelemszerűen ezeket érdemes elkerülni, mert nagyon fájnak. Ezeket meg főleg. Jó, egyet lövünk, azt utána futás ide hátra. Hoppá, bojú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 j
Ezt benéztem. Ne! Basszus, pont a széllel elért. Aj, Szovi, de hülye vagy. Jó. Van ez így. Van ilyen. Jó, megnézzük másodjára, bár ezt általában elsőre szoktam ölni. De ezt most jól megcsináltam, pont a széllel elért ennek a tűzcsóvának. Lehet, hogy majd lélekláncsával kéne kezdeni az elejét. Na jó, veled nem akarok szórakozni, úgyhogy inkább gyere, jó? Négyni. Jó tánc volt.
Még szerencsé, hogy közel van amúgy a bonfire, úgyhogy tök simán vissza lehet ide jönni. És ugye most nem messziről fog jönni majd a boss, hanem gyakorlatilag instant ilyen közelről. Meg is jött. Na nézzük, a lélekláncsák azok mekkorát sebeznek. Jaj. Ez gyönyörű volt. Sebeznek azért, ja. Sebeztek. Na, mit fogsz tolni? Jó, menjünk akkor hátra. Én már megint ezt tolod. Valami értelmesebb támadást kérek szépen. Köszönöm. Mondjuk ez se értelmes támadás volt. Kell a stamina. Na, jöjjünk el ide a szélére. Hát egy kicsit mellé ment haver. Ez meg nagyon. Legalábbis nem voltál annyira közel, amennyire szerettél volna. Ez gyönyörű volt, Szovi. Na jó, tudod mit? Most untalak meg. Körülbelül 53 ezer lélek. Na nézzük. Mi lett a jutalmunk? Megkövült valami. De jó nekünk. Illetve... kis érdekesség. Még nem ülök le a Bonfire-höz. Ugye mivel DLC is... tehát ugye a Squire of the First Sin ugye tartalmazza mind a három DLC-t. Ezért itt van például az egyik DLC. ...nek a területe. Viszont... a DLC-khez szükség van mindegyes DLC-nél egy kulcsra. Viszont meg lehet ezeket vizsgálni, és akkor át tudsz teleportálni a DLC-nek az elejére. Viszont le van zárva egy kapuval, és az a kapu kizárólag egyetlen egy kulcsa nyílik, ugye a DLC-nek a kulcsával. De mindegyes DLC-nek külön-külön kulcsa van. Úgyhogy... azokat majd akkor, hogyha... oda jutottunk. Úgy tervezem, hogy igen, közben felizzott egy ősi mágia, nagyon jó. Tehát én úgy tervezem, hogy a játékot azt végigjátsszuk, tehát hogy az alapjátékot végigjátsszuk, megöljük ugye a végén a főköcsögöket. A lényeg, hogy végén megöljük a főköcsögöket, megnézzük a stáblistát, megnézzük, hogy mi fog történni. Azt utána, ugye Dark Souls 2-nek van egy olyan... különlegessége. Nem nevezném különlegességnek. Tehát, megcsináltuk az egész játékot, és lement a stáblista, akkor utána visszadob ide Majulába. És utána az ember játszhatott utána addig, ameddig szeretne, ameddig meg nem unja a játékot. Vagy esetlegesen ugye New Game Plus-ra feltolja a játékot. De én úgy tervezem... hogy... lenyomjuk az egész játékot, és utána pedig majd külön-külön a DLC-kkel is foglalkozunk. 13500 mindentől kezdve az összes szintlépés, és...
99-es szintűek vagyunk, az igen. Már 110-es a mozgásunk. Hát még 30 valameddig, 34-35-ig kell felhúzni az alkalmazkodó képességet, hogy 111-es legyen mozgási sebesség, tehát a mozgékonyságunk az agilitásunk. És akkor onnantól kezdve meg már királyság az összes többi. Szóval, ja, és ugye úgy tervezem, hogy addig nem is vagyok hajlandó összeszedni a DLC-knek a kulcsait, hanem úgy lesz majd, hogy mindegyes DLC-t, amikor, hát, amikor egyes DLC-ket elkezdünk, akkor az első videó az mindig azzal kezdődik, hogy elmegyünk az adott kulcsért. Úgyhogy, ja. Fölizzott egy harmadik láng. Itt volt amúgy az Old Iron King. Ott bent a szigetnek a közepén. Hát körülbelül a fejem van, ugye ott van az Old Iron King, és valahol itt, ahol most ugye állunk, itt volt az a fertő mocsadék genyláda, és igazából tényleg innen, itt igazából már hegyek vannak, szóval tényleg nem láthattuk Majulát. A Drangalik kastély meg valahol itt van. Úgyhogy pont kitakarták a hegyek. Te nem mondasz erre semmit? Hú, bocsánat! Jó, nem mond semmi pluszt. Bocs, hogy beletüsszöntöttem a mikrofonba, nem akartam. Na. Most, hogy ezzel megvagyunk. Hát már csak kettő nagy boss maradt hátra. Illetve megnézzük, hogy hogy állunk. Na, már 838 ezer soul memory-nk van. Ha még 170 ezeret szedünk össze, akkor megvan az 1 millió, aminek következtében már mehetnénk utána a fő boss irányába, tehát akkor már elindulhatnánk a Drangalik kastély felé, ami keresztül meneteket. Ott van az a hatalmas nagy kastélynek a tornya. Tehát oda mehetnénk már 1 millió soul memory-val. De én úgy vagyok vele, hogy megöljük a másik kettőt is. Úgyhogy, hát hogy melyik lesz a következő, azt egyelőre még nem tudom. Mert két útvonalon kell menni, az egyik, tehát az egyikhez a Lukon keresztül, itt Majulából. A másikhoz meg arra fele kell menni. Hát hogy melyikkel fogjuk kezdeni, azt egyelőre nem tudom, addig megálmodom. De a következő részben akkor folytatjuk szépen tovább a kalandjainkat. Én köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szoly voltam, Szoly leszek, Szoly vagyok. És akkor... nem sokára érkezik majd a Dark Souls 2-nek a végjátszásának, a folytatásának a mindenségessége. Na mindegy, legyetek jók, idetok sok videót, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!